Az opera az az én valódi kötődésem. Ebben van egy családi mozzanat. Erről nagyon ritkán beszélek. Az én édesapám itt volt a kolozsári Magyar Operában karmester, és olyan, azt kell mondanom, hogy történeti, politikai okokból olyan sérelmek érték a családot annak idején, elsősorban édesapámat, ugye a részletek talán nem érdekesek, de ezek a történelmi, politikai okok végeredményben aztán kihatottak az én egész életemre is, és éltették bennem azt a fajta késztetést, hogy valamilyen módon helytálljak apámért. Ezt ilyen egyszerűen képzeljék el, ahogy mondom. Be akartam futni azt a pályát, amit ő nem futhatott be. Ő nem futhatta be ezek miatt a politikai, történeti okok miatt, és ezért kamaszkorom óta él ez bennem, és mint hogy a kamaszkori érzületeket megőriztem egész életemben, egy kicsit kamasz is maradtam. Emiatt aztán ez egy ilyen vezérfonal lett az életemben, helytállni apámért, befutni helyette a pályát. De 90-ben, mikor Simon Gábor felhívott, hogy jöjjek haza és csináljuk meg a Vermesi Ördögváltozás Csíkbant, ez egészen konkrétan így hangzott el. Gyerekes módon csak nem sírva fakadtam az örömtől, hogy ezt egyáltalán szóba jöhet, hogy egyáltalán erről lehet szó, hogy én hazajöjjek abba az operába, amiben kisgyerekkoromban szinte beleszülettem. Ugye szoktam anekdotikusan mesélni, hogy ugye anyám tanított, apám próbált az operában, ugye nem volt pesztra, akkor betoltak valamelyik páholyba, a kellék gyerekkocsiban voltam, ugye azt a kelléktárból kölcsönözte apám, és akkor betoltak ott, és akkor rendben voltam, mint kisbaba ottan, hol jött valaki a kórusból, vagy a tánckarból, megnézte, hogy rendben vagyok-e, én pedig hallgattam a 200. János Vitézt is, boldogan János Vitézből, egyszerűen verhetetlen vagyok, mindent tudok a dologról, a bízzanak benne. Ha egyszer csinálok egy János Vitézt Kolozsváron, az fergeteges kell legyen. Lényeg az, hogy 6 éves koromig hallgattam a János Vitézt, és valahogy ezen a táplálékon nőttem fel. És akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy ma már zeneszerzőként, vagy operaszerzőként, hogy milyen indítatásból születik egy opera, ez az egyik indítatás. Az, hogy azt éltem át, amit átéltem. Gyerekfejjel, aztán fiatalon, hol közeledve, hol újra közeledve az operához, hol eltávolodva tőle. Ugye én magam is végigéltem a fiatalságnak azokat az avantgárd éveit, és azokat a modernizmusnak azt a mákonyát, vagy bűvöletét, ami engem is magával ragadott. Nagyon kortárs voltam, nagyon modern zeneszerző voltam, nagyon különlegesen meghökkentő zenedarabokat írtam. Írtam például zenedarabot gyermekjátékokra, lentkerekes autókra, el tudják képzelni? Ott áll Török Géza karnagyúr, és egy lentkerekes autóval egy asztalon ilyen hangokat hallatott, ugye, és az be volt írva a kottába. Emlékeznek ezeknek az autóknak az a víjogó hangjára? Nincs már, sajnos, ez is letűnt korok kelléke. Aztán, hogy kikerültem, és hát ilyen látványos zongorista évek következtek, egyrészt sikerekkel, másrészt tulajdonképpen valódi kudarcokkal. Tehát még akkor is, hogyha nagyon jól zongoráztam, mondom higgadtan.
fölösleges volna szerénykedni, tényleg nagyon jól zongoráztam. A helyzet azonban mégiscsak az volt, hogy beleszülettem egy generációba, teljesen egykorú vagyok Kocsis Zoltánnal, Ránki Dezsővel, Siff Andrással, sorolhatom. Tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogyha már a zongorázást nézzük, hogy nem. Ráadásul az igazság az, hogy volt egy ilyen belső lelki mozgató ereje is annak, hogy lemondtam a zongorázásról. Nem voltam alkalmas alkatilag arra, hogy valamit sokszor csináljak egymás után. És akkor én azt éreztem, hogy én ezt nem fogom tudni csinálni. És tényleg nem tudtam. Egyszerűen kiürült bennem, mert alkatilag ilyenfajta lelkiség volt rám jellemző mindig, hogy vágytam új hangokra, új élményekre, stb. És nem vonzott eléggé. Ráadásul ugye gyerekkorom óta komponálok, és ugye miután elhagytam az országot, és Budapesten telepedtem le, egy regényes okoknál fogva, amelyeket szintén reggelig tartana elmondani, de regényes okoknál fogva én hihetetlenül gyorsan sikeres lettem, mint zeneszerző. Elsősorban, mint alkalmazott zeneszerző, mint színházi és filmzeneszerző, borzasztó hamar. Tehát azt kell mondanom, hogy én három év alatt országosan ismert lettem, igazi nagy karrier csináltam, tizen nem tudom hány év alatt megírtam 56 magyar nagyjátékfilmnek a zenéjét, én írtam az összes kultuszfilmnek a zenéjét, tehát azoknak a filmeknek, amelyek ma is a magyar filmművészetnek az alapdarabjai, a Megáll az időt, az Idő van, a Szerencsés Dánielt, az Angi Verát, sorolhatom, ezeknek mind-mind én írtam a zenéjét. Úgyhogy ez is egy olyasmi volt, ami teljesen evidenssé tette azt, hogy én nem vagyok egy koncertzongorista, és nem is akarok az lenni. A nyelvi dimenzió közötti átjárás, ugye, az egy olyan gyönyörű és kalandos világ, amire érdemes az embernek az életét feltenni. Lefordítani egy irodalmi élményt a zene toposzaira, és beszélni, verbalizálni mondjuk egy zenei élményt, vagy egy zenei összefüggés rendszert. Ugye most, hogy a fordítottját is mondja. Ez hihetetlen szellemi kihívás. Ez egy olyan élvezet, ami az ember szinte drogossá teszi. Másik szintén az életemnek ugye az egyik szála, ugye nagyon sok van. Az egyik szála például egy ilyen miskolci szál, ahol már a 70-es évek utolsó éveiben önállóan csinálhattam operát. Ugye opera előadásokat. Ráadásul nagyon nagy sikerű opera előadásokat, mert megint csak egy kis szerencse, meg az élet úgy hozta, hogy ott egy hiányt tudtam pótolni azzal, hogy létrehoztam ott valamiféle operajátszást, amelyik mai napig is szárnyal, és operát játszanak azóta töretlenül Miskolcon, és operafesztivál van, és minden. De azt a valamit, ami mostan zajlik, azt valamikor én kezdtem el ezekkel a kamaszos dolgokkal, ugye, mert mindig ugyanoda fogunk kiukadni, hogy ezt a kamaszt én őrzöm magamba, nem csak a saját kamaszkoromat, hanem annak a sok nagyszerű embernek a kamaszkorát, akivel együtt nőttem fel, Szép Gyulától, Tamás Gáspár Miklósig és Szőcs Gézától, mit tudom én, Cselényi Lászlóig, ugye velük nőttem fel, és velük voltam kamasz, és ez egy revelatív kamaszkor volt, ez egy sugallatos kamaszkor volt. Hihetetlenül pozitívek voltunk egy korszakban, amiben az emberek általában nem voltak pozitívek. Tehát megértettük azt, hogy a bezártságunk, a diktatúrának a bezártsága az arra való, hogy mi tanuljunk, hogy felkészüljünk, hogy minden időt kell, nem volt más mit csinálni, nem jártunk nyaralni a Kanári-szigetekre,
hanem helyette könyvtárba jártunk, meg csodálatos mestereink voltak, nagyszerű emberek, nagyszerű tanárok, olyanok, akik szintén nem jártak a Kanári-szigetekre nyaralni, hanem helyette az volt a hobbiuk, hogy bennünket kitenyészenek. Ugye? És itt még egy zárójel édesapámról, ugye, aki hogy úgy mondjam, megkeseredett, ragyogó művészként, ugye ő is abban lelte elsősorban örömét, megfosztva a saját karriernek a lehetőségétől, abban lelte örömét, hogy bennünket öcsémmel együtt valami egészen végletes módon ő maga is nevelt és neveltetett. Ugye mi a hatodik-hetedikes korunkban a legnagyobb személyiségek jártak hozzánk bennünket tanítani. Major Ferenctől, Jagamas Jánosig, Verbesi Pétertől, Szalai Miklósig. Ugye én hatodik elemista koromban Szalai Miklósnál tanultam összhangzattant. Ugye mert ez volt az édesapámnak a megszállottságig menő elgondolása velünk kapcsolatosan. Ő volt az, aki szintén ezekre a tízes éveimnek az elejéhez tartoznak, hogy egyszer csak szembesült azzal, hogy már 12 éves vagy, és még mindig nem tudok partitúrát olvasni. Ugye? És akkor ezen felháborodott ő maga, és kipakolt az ágyból pizsamában éjjel 11-kor, és lerakott egy 8 szólamú motettát 8 különböző kulcsba, és azt mondta szeliden, hogy játszat, fiam. Mondta, és én pedig csak ott ültem, és természetesen megsemmisültem félálomban, ugye, és, de ha mással nem, azzal szembesültem, hogy mi az, amit tudni kell. Mert ezt belénk súlykolta, hogy mindig megmutatta, hogy mi az, amit tudni kell. Az ő szavajárása volt az is, hogy valahol, mit tudom én, audíció volt a zeneiskolában, és zongoráztam. Ugye, és persze, minden összes kedves néni megünnepelt, meg minden rendben volt, és akkor de apám természetesen ezekre soha nem jött el, és egyáltalán nem lépte át az iskola küszöbét. És akkor, mikor hazaértem, akkor megkérdezte, hogy játszottál, fiam? És erre én picit önkritikusan meg tudtam, hogy hazudni az apámnak nem illik. Azt mondtam, hogy hát nem játszottam elég jól, mondtam neki. Erre ő azt mondta, hogy és tudod jól is játszani, fiam? Mondtam, hogy tudom. Akkor miért nem játszottad jól? És innen kezdve felrobbant a ház. Ugye, mert ez volt a filozófiája. És ennek a filozófiának a szellemében nőttünk fel, és ez is bizonyos értelemben ugye ezekhez a nagy, hogy úgy mondjam, archetípiákhoz vezetett, archékhoz vezette a gondolkodásunkat. Azokra a kristályos típusokra irányította a figyelmet, amire figyelni kell az embernek egész életében. És mint hogy az opera műfaj ezeknek a kristályos típusoknak a világa. Ugye az Otellóknak, a Don Giovanniknak, a Traviatáknak, ugye mindegyik egy kristályos árhé, amelyik hordoz valamit. A féltékenység szinonimája mindig Otellóban marad. Ugye, és a tévedt nő szinonimája mindig a Traviata marad, és a nőcsábászat mesterségének a szimbóluma mindig a Don Giovanni marad. És ezeknek az árhéknak a tanulmányozása volt a következő nagy szellemi kihívás, amivel érdemes volt foglalkozni, és amivel ugye mai napig is foglalkozom. Nagyon megragadott engem, amit egy korábbi interjútban a gesztus közösség címszóval illettél, amit én úgy értelmezek, hogy a 21. század zenehallgatója, komoly zenehallgatója, értelmezője most már egyfajta kulturális otthonosságra vágyik, amit a 20. században, kivált a második felében nem nagyon szorgalmaztak. Amikor a te zenéidről írnak, ennek nyomán legalábbis kétféle megközelítés kerül forgalomba. Az egyik, amolyan apologikus megközelítés, kortárs zene, mondják, de érthető, mintha legalábbis ezzel a mondattal előigazolnák a közönség számára, hogy érdemes kortárs zene befogadására is vetemedni.
A másik megközelítés meg elég offenzív, vagy szemtelen, miközben te a gesztus közösség vagy kulturális otthonosságérzet megteremtéséhez, a posztmodernitás egyik legjellemzőbb eszközéhez nyúlsz, világok, kultúrák, zenei nyelvek, étoszok, mozaikszerű megidézéséhez. Az értékelők egy része erre azt mondja, Selmeci művészete nem tartozik a magyar kortárs zene mély áramlatai közé. Hogy van ezzel a közérthetőséggel vagy otthonossággal? A közönség alapvetően múzeumoperába jár, muzeális műveket néz, természetesen remek műveket, és a kortárs opera alkotástól pedig menekül, mint ördög a szentelt víztől. Ugye ennek pedig az az oka, ugye ezek nagyon érdekes mozgásai az európai kultúrtörténetnek, hogy például az elutasított kortárs operai alkotás helyébe lép ugye a rendezőközpontú opera értelmezéseknek a világa. Ugye a modern Mozartot játszunk, ugye modern elvarázsolt Verdiket látunk, és olyan kortárs víziókat ezeknek a klasszikus remek műveknek a mentén, ugye, amiket álmunkban sem tudtuk elképzelni, aztán pláne a szerző álmában sem tudta elképzelni, hogy erre használható a darabja. Ezt hívom én ürügyi művészetnek. Ugye, akkor, amikor az remek mű tulajdonképpen ürügyül szolgál az önkifejezésnek. Ugye, a rendező egy olyan túlhatalomhoz jutott, ugye a művészeti vagy színpadi hierarchiában, az utolsó évszázadban, lényegében Stanislavski óta, vagy Felsenstein óta, ami hát egyre dagad, ugye ez a túlhatalom, és ennek következtében ugye jön létre, de nem csak emiatt, hanem pontosan a kortárs operai alkotások elutasítottsága miatt. Ugye? És mindig foglalkoztatott, hogy miért utasítja el a közönség. És azt érzékeltem, hogy azért, mert nem érzi azt az otthonosságot, amiről te beszélsz, és amit én gesztus közösségnek nevezek. Ugye az opera akkor teljesíti be a hivatását, vagy történelmileg adott hivatását, hogyha immanensen jelen van a lehetősége annak, hogy én magam is tudok ilyet. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy a Schusterinas is fütyüli a Verdi slágereket az utcán, akkor tulajdonképpen erre gondolunk. Mi is képesek lennénk fütyülni a fürdőszobában, a zuhany alatt elkezdjük próbálgatni a magas C-t. Most, hogyha ezt melodikusan, harmonikusan és ritmikailag nem kínálja a mű, ennek az elméleti lehetőséget, nyilván ennek semmi alapja nincs. Senki nem tudná ugye az opera énekesek után csinálni, csak a képzete annak, hogy esetleg tudnám, ugye az létrehozza már ezt a gesztus közösséget. És ezt érzem a legnagyobb imperatívusnak az opera írásban, eljutni a határokig, ami a kortársi intonációt illeti, de azokat nem átlépni a gesztus közösségnek a határait, mert akkor elveszítem a közönséget. Ugye azt senki nem vitatja el, hogy mind a baroknak, mind pedig a romantikának megismételhetetlen érdemei vannak, ugye, és zenei termését tekintve is. Csúcs teljesítményeket hozott a zene történetbe, de itt most két zeneszerzői attitűdről van szó, egyszer beszélgettünk nemrégiben erről is, mondtad ezt a kényes egyensúly, ez nálad azt hiszem, hogy egy kulcsfogalom, hogy ugye a barokk szerző rendelése ír, pontosan teljesítve a megrendelő elvárását, a romantikus szerző önmagából fakasztja, belőle habzik fel a zene. Te hogy állsz ezzel az egyensúlyjal? Igen, hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert valóban ez is nagyon sokat foglalkoztatott engem. Ugye, hát hogyha egy picit belegondolunk a zenetörténetbe, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokáig, tulajdonképpen a 18. századig a zeneszerző nem számít különösebben művészembernek, szakembernek számít.
egy szakembernek kisbetűvel írták a nevét. A barokk operának az első másfél évszázad, ugye, hogyha két évszázadosnak fogom fel a barokk operát, akkor az első másfél évszázadában sokkal nagyobb sztár volt a librettista, sokkal nagyobb sztár volt. Olyan nagy sztár volt, tehát ugye van a Zénónak, vagy a Metastáziónak, van olyan librettója, ugye a librettókat kiadták hihetetlen díszes kiadásokban, és az közpréda volt. Azokat a librettókat bárki megírhatta. Úgyhogy volt olyan librettója például Metastáziónak, amiből majdnem 1000 opera született a korban. Mind ugyanarra a librettóra, ugye? És akkor ezután még a librettistánál is nagyobb sztár volt a díszlettervező. Azok dinasztiák voltak, uralták egész Európát, zseniálisak voltak, ők is mindig újítottak valamit, úgyhogy a zeneszerző hát semmi nem volt. Egy szakember volt, aki persze fontos volt, hogy rendesen megírja, az vagy parancsba kapta, vagy megrendelték tőle, és megfizették rendesen, de ő volt az úri szabó. Ugye az igazi, az a tervező volt, ugye, és mert az minősítette társadalmilag. Ugye társadalmi értelemben az minősítette a megrendelőt, hogy milyen tervezővel dolgoztat, mert az mutatta, hogy mennyi pénz van, milyen gazdagság van. Ugye ez hatalmas története ez, ez egy nagy regénye a barokk operának, egy csoda. Ugye, és akkor szép fokozatosan értékelődik fel a zeneszerző. Ugye, természetesen fontos, de minthogy az írástudók világában a zenélés maga, az tulajdonképpen egy hétköznapi dolog volt. Mindenki zenélt. Mindenki zenélt, a zeneszerző csak annyiban különbözött tőle, hogy ő le is tudta írni. Ugye? De mindenki zenélt. Ugye az egész madrigál kultúra azon alapszik, hogy az olasz városállamokban az írástudók mindegy szálig zenéltek. Tudtak énekelni, ismerték a zene törvényeit. Ha nincs időutazás, akkor ezekből mind kimaradunk, ezekből a fincsiségekből. Mert pedig ezekkel érdemes foglalkozni. Ugye, és akkor megrendelésre dolgozott a szakember, és csinálta. Igen, ez Haydnig, tehát tulajdonképpen Beethovenig terjedően, ez tulajdonképpen fixen így volt. Hát látjuk a mozarti életműben, hogy milyen kataklizma, amikor nem volt Mozartnak rendelése. Ugye, hát amikor nem volt rendelés, amikor nem volt megbízatás, hát vége volt a világnak. Ez az egyik fele. És akkor van a másik fele, ugye Beethoven és a Beethovent követő korszakok, amikor létrejön ugye a zeneszerző, megteremtődik a zeneszerző égója, hogy ilyen ordinári módon fejezzem ki magam. Itt teremtődik meg, itt válik a zeneszerző hérosszá, a kor hősévé, a kor emberévé. A zeneszerző egyszer csak kilép a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy le vagytok ti tojva, ha nem rendeltek, nem érdekel, én megírom, mert belülről fakad, és hihetetlen energiákkal jön. És így születnek, így születnek és halnak korán a romantikus zeneszerzők, ugye Schuberttel az élen, ugye, és aztán jönnek ugye a nagyvadak, és jönnek a Berliózok, és jönnek a Lisztek, és jönnek a továbbiak, akik már önálló, szinte önálló intézményként a heroikus, a korban való heroikus jelenlét nagy képviselőjeként. Hát látják, hogy mi történik 100 év alatt. Hát teljes paradigmaváltás. Na most ez egy mai zeneszerzőnek rettenetesen problematikus. Félre ne értsenek, ez nincs, ebben semmiféle pejoráció nem lehet, hogy valakitől megrendelnek egy zeneművet. Sőt, azt kell mondanom, hogy lelki értelemben, alkotói értelemben is ez egy nagyon erős impulzus, egy megrendelés. Az egy nagyon, nagyon erős impulzus. Meg van előlegezve az értékelés. Megvan, pontosan így van. És egyáltalán pozícionálja az embert. Ugye az egyáltalán nem mindegy, hogy hol van az ember egész életében keresi a helyét, hogy hol van. És ez az megmutatja a rendelés. Ez az egyik fele. Ugyanakkor persze, hogy hazudni nem szabad, azt kell írni, amit az ember tud,
azt kell írni, amit az ember akar, ugye, és hogyha megrendelés az olyan szerencsés, hogy nem egy konkrétumra irányul, hanem azt mondják, hogy uram, írjon nekünk 18 perc terjedelemben, vagy 18 percig terjedően szimfonikus költeményt, akkor az embernek végeredményben szabad keze van. Ugye, és akkor nem kényszerül hazudozásra. Írtál 6 himnuszt, megszámlálhatatlan kantátát, oratóriumot, én 7 misénél maradtam el, vagy még egy brosúrával elmaradtam? Nem, 7 misével, tehát elég számos és reprezentatív az egyházzenei alkotás az életművedben. De most mondd, van-e mód ma arra, hogy a zeneszerző és az egyházi intézményrendszer gyümölcsöző módon együtt gondolkodjék, és miért nem? Hát végül is tökéletesen megválaszoltad. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes és nagyon fontos kérdés, ami nekem nagyon-nagyon közel áll hozzám, és nagyon sok éve foglalkozom vele. Ez egy nagyon szomorú része a magyarság kultúrájának, és egy nagyon szomorú része a magyar életnek. Ez lényegében az egyháznak, mint az emberi gondolkodás és kultúra centrumának a leértékelődésével jött elő ez a nagy probléma. Igazából a II. Világháborút követő évektől kezdve egy folyamatos degradálódás jött létre a magyar egyházban, ami azt jelenti, hogy a magyar egyház felmondta bizonyos értelemben, talán kényszerűen, ugye, mert ugye természetesen a kivételeket leszámítva, ugye, hogy jól fogalmazzak, és ne bántsam magamat sem, meg senkit, ez bizonyos értelemben az intellektuális szintje a magyar egyháznak nagyon erősen meggyengült. Tehát felmondta az egyház azt a hagyományos szerepkört, ami történelmileg mindig volt, hogy az egyház mindig szövetségben volt a művészekkel. És mindig a saját esztétikai dimenziójának a megújításán fáradozott, mindig a saját esztétikájának a kimunkálásán, ezt a gentleman agreementet, hogy így mondjam, amit megörökölt a történelemből a magyar egyház, ezt felmondta. Ezt nem csinálja tovább. És emiatt lehetett az, hogy szépen, fokozatosan, hát, hogy a zsargonban ezt úgy szoktuk mondani, hogy elszlömösödött, ugye, degradálódott az esztétikai értékeknek a színvonala az egyházban. Ez minden területre igaz, de különösen igaz az egyház zenére. Most nagy általánosságban beszélek. Megszűntek a kommunisták, felszámolták az infrastruktúrákat, megszűntek a kórusok, megszűntek a zenekarok, megszűnt az a háttér és az infrastruktúra, financialitás, ami életben tartotta ezeket az intézményeket, és amelyek biztosították egy-egy közösségnek, egy-egy templomnak a zenei életét, hogy úgy mondjam. Most ez ugye ráadásul bizonyos értelemben sok éven keresztül menthető volt a helyzet. Azért, mert Kodálynak köszönhetően és Kodályéknak köszönhetően egy olyan magas színvonalú zeneoktatás zajlott Magyarországon a legdurvább években is, és bizonyos áttéttel Erdélyben is, hogy bizonyos értelemben a katasztrófát nem éltük át, mert nagyon magas volt a zeneoktatás színvonala. Ugye Kodályék megteremtettek egy olyan lehetőséget, ami végül is generációk számára biztosítottak egy megfelelő zenei színvonalat. Jött a rendszerváltozás, és szétzúzta ezt a csodálatos magyar zeneoktatást,
És elérkeztünk most már újra arra a pontra, hogy az embereknek a legnagyobb része, már legalábbis a templomjárókat illeti, csak és kizárólag a templomban találkozik művészi zenével. Ha találkozik. Ugye? És ez egy rettenetes nagy gond. Ugye? Ez volna a nagy esélye az egyháznak, és a templomoknak, ez volna a nagy esélye, hogy betölteni azt az űrt, ami keletkezett az emberek életében, mert nem fogyasztanak zenét. Az újabb generációk még kevésbé se fogyasztanak művészi zenét, egyre kevésbé. A templom lehetne egy helyszíne, a templom lehetne a zenének is temploma, ugye, mint ahogy a zene maga is isteni természetű adomány. Ugye? És a zenének is a templom kéne legyen a temploma, de nem az. Na most, éppen a rendszerváltás hozta el azt a fajta felszabadulást a magyar zeneszerzők számára, ugye, akik korábbi években nem írhattak, mert semmi értelme nem volt, nem írhattak egyházzenei műveket, ugye, mert klerikálisnak bélyegezték őket, és emiatt nem is írtak. Ugye, vagy csak az asztalfióknak. Jött a rendszerváltozás, és ha hiszik, ha nem, hogy jót is mondjak, a magyar világban létrejött a legmagasabb rendű egyházzenei kultúra a zeneszerzők világában. Szenzációs művek keletkeztek, sok, hatalmas a repertoár, hatalmas, szinte felfoghatatlanul nagy. Azért, mert szinte kiszakadt a magyar zeneszerzőkből a lehetőség révén ugye az egyházzenei forma. Az egyházzenei forma, ugye egy mise forma, az a tökéletes, mise forma az a maga bámulatos arányaival, a textusnak a hihetetlen időbeli és térbeli kiterjedésével, a szám misztikájával, a 6 az 5-ben, a tükörszimetriának és az aranymetszés szimetriának a nagy találkozása. Mit mondjak? Ezek mind olyan kényszerítő, erejű, csodálatos, Istentől való dolgok, amelyek létrehozták ezt a bámulatos repertoárt. Most egy óriási probléma van, hogy ez a bámulatos repertoár nem jut be a templomokba. Nem tud bejutni semmilyen formában, ez a bámulatos repertoár zajlik a koncerttermekben, és a templomokban pedig az az 5 szomorú nótából álló, félreértés ne essék, nem bántani akarom, mert a magyar népének hagyomány csodálatos. És csodálatosan lehetne használni, de persze az sem használódik. Most higgyék el, hogy tudom, hogy vannak kivételek, és nagyszerű kivételek vannak. Tehát nehogy, én a nagy átlagról beszélek. Arról, ami... Képzeljék el, elmondom maguknak a falunkba, mi történt. Mert én egy kis faluba élek Pest mellett, Pilisborosjenő. Képzeljék el, hogy a falunkba mindig katasztrofális volt a szolgálat, a kántori szolgálat. Ugye, hogy is játszott a himnuszt, azt hiszem, valami így játszott a bácsi, hogy... Ugye, ez volt, szóval ezek volt a két kézzel végig stercelte a himnuszt, és ez volt az egyház zenélé. Na mindegy, nem ez a lényeges, itt maradok. És képzeljék el, hogy egyszer úgy volt, hogy hosszasan külföldön voltam, és hazamegyek, és elmegyek vasárnap a misére. És elindul a mise, és én azt egyszer csak nem hiszek a fülemnek. Hát nem bírják elképzelni. Hát valami olyan bámulatos, hogy egy Schubert misét énekelt egy kórus, ragyogó izével, ragyogó kísérettel, tökéletesen helyén való úrtext, ami mint a nagykönyvben. Ugye nem voltam otthon hónapokig, és akkor mentem először. De nem telt el több, mint 3 hónap. És ott hallottam, és mi ez? És ott próbáltam kérdezgetni. Hát azt mondja, hogy mondja a szomszédom, a padszomszédom, hogy hát az új kántorunk. És hát a kórus honnan van? Hát ez a mi kórusunk innen a faluból.
Hát képzeljék el, hogy a következő történt. Ács János karnagy úr, aki Olaszországban nagy karriert csinált, ragyogó karmester, a három tenornak volt mindig a karmestere. Nézzenek utána, a Pavarottiéknak ő volt a karmestere. Az Abbado asszisztenseként kezdte a pályáját, csinált egy nagy nemzetközi karriert, család itthon maradt, édesanyja súlyos beteg volt, ő elért egy ilyen nyugdíj korhatár körüli kort, és akkor azt mondta, hogy most leteszem a pálcát, hazamegyek gyámolítani az anyámat, aztán majd meglátjuk. Hazajött, a szomszéd faluba, Ürömbe letelepedett, és elkezdett érdeklődni, hogy mi a helyzet. Ugye, rögtön a mi fiatal papunk, rögtön a keblére ülelte, hogy egy kicsit segítsen. Ugye, fogta magát 3 hónap alatt. Kórus csinált, mindenki ott van, a fogorvos is ott van, és a kovácsmester is, mindenki benne van, főleg nem kottisták, és beléjük nyomott egy Schubert misét, kottan, olyan, hogy sokan, ugye a kottisták tudták, és akkor a többiek utána. Képzeljék el, bámulatos történet, és mind a két falut ellátja. És Ürömnek és Pilisborosnak most van egy közös kurzus, és most írtam húsvétra, ez lesz a missa oktáva, a 8. mise, úgyhogy most húsvétkor már 8 misém lesz. Ugye, mert elkezdtem foglalkozni azzal, hogy olyan egyházzenei darabokat írni, rettenetesen egyszerűeket, amiket mindenki meg tud tanulni, nagyon tiszta, nagyon egyszerű partitúrákat, amik most megírtam az első ilyet, most húsvét vasárnap lesz a bemutató a templomunkban, mind a két templomban meg lesz, úgyhogy, de ilyeneket tudják, hogy miben áll, azt mondja, hogy most a szoprán be fog lépni, vagy a női szólam, mert két szólamúak ezek a misék, tehát női szólam, férfi szólam. Fiúk, lányok, mint az iskolában. És azt mondják a szopránnak, hogy Kyrie. Ugye, és akkor mit csináljunk? Ugye elég, hogyha ezt a nehéz fordulatot megtanulják a szopránok. Ugye ezt a baromi nehezet megtanulja, és akkor legyen valami válasz, a fiúk is csináljanak valamit. És akkor játsszák, és azt mondja, hogy Kyrie. Kyrie, 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 Kyrie eleison. Kyrie, mondják, bebólintanak a férfi szólók. De most mindegy, nem akarom. De és közben persze az ember, hogyha megtalálja a módját, és oda teszi ezt a harmonikus univerzumot, akkor hát nem tudják elképzelni, hogy élvezik. Hát úgy élvezik, hogy azt nem lehet elmondani. Én 2 próbán voltam, hát valami pazar. És irtózatos, izgatott mindenki, teljes létszáma, nincs hiányzó. Megszűntek a hiányzók, mert nekik ősbemutatójuk van húsvét vasárnap. Ugye? Na, tehát azért mondom, hogy van út, lenne út, és most mind a két felet meg kellene győzni. Ugye, tehát az egyik dolog az, hogy megrugdosni a műveletlen egyházfiakat, hogy tessék érdeklődni az iránt, hogy mi történik a zeneszerzésben, és jól megrugdosni a magyar zeneszerzőket, hogy jöjjön létre az a tranzitív repertoár, ami a népének és a magas egyházzenei művészet között van. Hogy az a tranzitív, jól megközelíthető anyag, ami átvezeti magát a közösséget is. Ugye, hát miből állna? Hát semmiből nem állna. Egy kis kórus, egy oldalast az ember megír, odaadja itt is, ott is, amott is, és megkéri őket, hogy teszteljék már a gyülekezetet. Most tényleg hagyjuk abba, mert egy nagyon sokat beszéltünk. Egy záró kérdésem van, és az csak annyi, hogy mit kell még tenned azért, hogy helytállj édesapádért? Hát valószínűleg nem, de nem, ebben nem mennék bele, meg kell javulni. Köszönöm.